Sziasztok, üdvözlök mindenkit a csatornámon! Nem, pamkutyáikat akarom lekopizni, más okból vagyok hosszú szerelésben meg napszemüvegben. Korábban láthattátok, hogy részt veszek az Unika Comfort Zóna programjában, ahol is ti választhattátok ki, hogy melyik sport által léphetek én ki a komfortzónámból. A három sport a water hoverboard volt, a sziklamászás és a siklóernyőzés. A nagy közönség azt szavazta meg, hogy a siklóernyőzés legyen az, ami kizökkent engem a komfortzónámból. Ennek nagyon örülök, megsugom. Tehát a hosszú ruha azért van, mert siklóernyőzés. Ernyőzni fogok, és a magasban hideg van, de ezeket majd mindjárt el is mondom. A siklóernyőzés azért kihívás nekem, ugyanis a levegőben már azért többször töltöttem a biciklimmel is nagyon sok időt, bungee jumpingoztam, kisrepülővel repültem még, de sose voltam még úgy fent a magasban, hogy csak egy ernyő van a hátamon. Úgyhogy ez nekem egy nagy kihívás, kicsit rábízni az életemet egy ernyőre és egy képzett oktatóra. Tényleg kihívás, már most izzad a tenyerem. Itt vagyunk a kalocsai reptéren, úgyhogy csapjunk bele! Lassan nem csak a tenyerem fog izzadni, hanem az egész testem. Nem tudom elképzelni egyelőre, hogy fönt ilyen hideg legyen. Féltesz engem, picikém? Kicsit. Tényleg? Igen. De te biztosan félsz. Amúgy egy kicsit félek, az az nem igazság. Mondod. De. A gép után mi jövünk! Megint egy újabb flow-t kaptam. Yes, és de brutális. Gyönyörű. Az ott Kalocsa City. Cső, srácok! Ott vannak Ramiék. Az van, hogy keresünk ilyen termékeket, ahol áramlik fel a meleg levegő, és a madarak erre nagyon jó jelek, mert ők is ott köröznek, és most ezt próbáljuk megkeresni. Azt a terem, hogy jó! Meg se akarsz érinteni, hogy ide értem? Hello. Na hát, meg volt az első kör. De megyünk még egyet. Milyen? Megyünk még egyet. Nagyon profi felszállás volt. Hú, ne is mondd. Hú. 650 méteren vagyunk fönt. Képzeljétek el. Annyira kemény alatt, hogy alattam repülnek a repülők. Figyelj, ott megy. Hát a felszállási izgalmak ebben a körben a helyes pozíció felvételével telt el, úgyhogy nem is volt idő most annyira megijedni. De hát ezt nem tudom, hogy meg lehet-e szokni ezt az érzést, amikor ide feljössz. Meg lehet szokni? Pár ezer repülés után igen, de először biztos, hogy nagyon nagy élmény, az természetesen. Nagyon durva. Ez a csipogás azt jelenti, hogy most emelkedünk felfelé, úgyhogy ez jó. Most megtaláltunk egy olyan terméket, ahol a meleg levegő van, és a madarakat követem, mert nagyon durva, hogy a
természet, az mindig ő tudja, hogy mi a legjobb. Utána mentünk a madaraknak, és láss, csodát, emelkedik. 800 méter. 900 méter. 20 az árnyékok. Ezek brutál szépek. És ezennel átléptük az 1000 métert, úgyhogy ilyen magasan még nem voltunk. Szamasz, Kalocsa! Lógatom a lábamat Kalocsa felett. Voltunk már 1200 méteren, most hol vagyunk? Most 950 méteren. 950, de nagyon durva, hogy így közelítünk a feltőkhöz. Hihetetlen erője van itt természetnek, szélnek, nagyon tetszik. Azt hiszétek, a reptér az ott van. Onnan indultunk el. Már nagyon messze vagyunk. Ott a Paksi atomerőmű. Ha regisztráltak a komfortzona.unika.hu oldalon, akkor ti is szerezhettek siklóernyős élményt feldobox utalványokkal. Azt a betyárfeltség! Na most nézem, hogy dusnakon vagyunk, úgyhogy azért elég jót jöttünk innen Kalocsától. A légvonalban 15 kg. 20, nem néztem most már meg. Na jól van, összeszedjük a cuccokat. Képzeljétek el, most hívott Dani, hogy 20 km-re innen szálltak le valahol. Elküldte a tartózkodási helyét, úgyhogy most megyünk érte. Na, összepakoltunk, és azt mondta Zoli, hogyha egyedül lennénk, az a klasszik precedens, ilyenkor is stoppolunk. Hogy ez hogy működik, az majd mindjárt kiderül. Szóval most nekiállunk stoppolni, amit még amúgy nem csináltam soha, úgyhogy kíváncsi vagyok. Ha hosszú magas szürke lágyok lennénk, lehet hamarabb fölvennének. Amúgy meg ha a 10-est így lobogtatod, max úgy. Vagy azt talán, azt még nem próbáltam. Hát lehet, hogy nem őt kéne lestoppolni, mi? Nem is értem, miért nem állt meg. Lestoppolok egy buszt. Köszönöm. Ennyit mondtam, hogy a Bömbis tudja, hogy felvesz. Hát ez komolyan nem hiszem el. Na, hát akkor a stoppolás is működik. Megérkeztek! Hello, kalandor! Bábosz. Kalandos lett ez a nap! Már letettem arról, hogy elétek tudunk menni, de megláttam messzire, a Bömbi az biztos megállt. Ennyi, rendes stoppolásot így? Rendesen így. Nem, szóval. Minden Bömbivel kapcsolatos sztereotípiát ma leromboltunk szerintem. Na hát, amíg frissek az élmények, gyorsan szeretnék egy kis beszámolót. Szóval felemelkedtünk, addig oké, az már egyszer meg is volt. Viszont most nem jöttünk le egyből a földre, hanem nagyon jó termiket termék. Aha, az a fölszálló meleg levegő, azt jelenti, fölszálló meleg levegő. Fú, na szóval nagyon sok ilyet találtuk, követtük a madarakat, 10 kilométert mentünk légvonalban, és ilyen 1200 méteren utaztunk, nagyjából az volt a max magasságunk. Hát igen, így köröztünk, tehát ezek általában ilyen buborék alakúak ezek a termékek, és akkor folyamatosan megyünk körbe-körbe. Meg a végén csináltunk rengeteg ilyen műrepülést, az keményebb volt. Na igen, a műrepülés, szerintem fogjátok látni azt a részt, mondta Zoli, hogy valószínűleg nem kell majd rájátszanod így az arcodra, mert hogy jön magadtól, hogy mi lesz. Hát így is lett. Hát leszállás, hogy is mondtad, fölülről minden golfpályának tűnik? Igen, tehát pont néztük, hogy hova kell leszállni, és tényleg az van, hogy föntről, magasból, tehát 100-200 méterről
minden úgy néz ki, mint egy gyönyörű szép zöld fű van, golfpálya, és akkor valami mező lett aztán végül mező, is. De hát amit tudod, ilyen görcs, beleléphetsz ilyen növényekbe, meg minden. Szóval fölülről tényleg, oda bárhova leszállhatsz, milyen szép kis saktábla van, meg minden. Úgyhogy Zoli, nagyon szépen szeretném megköszönni neked ezt a hatalmas élményt. Nagyon szívesen, gratulálok, nagyon ügyes voltál, nagyon jó, hogy ezt kibírtod, ezt a majd egy órás repülést gyakorlatilag. Úgyhogy én ezt nagyon szeretném nektek ajánlani. Tandemfly.hu, megtaláltok Zoli elérhetőségeit. Ha van lehetőség, próbáljátok ki. Életre szóló, komolyan. Ramit is be fogom erre nyomni. Húha, jó. Ajjaj. Biztos? Biztos. Hú, hát nagyon. Hát köszönöm szépen neked is, Unika. Kizökkentettél a komfortzónámból. És igazából tizökkentettetek ki. Valószínűleg a háromból amúgy ez volt a legilyen, nem tudom, legnehezebb. Írjátok le, hogy mi az, ami szerintetek titeket kizökkentene a komfortzónátokból, vagy illetve mi volt már olyan élmény, amikor teljesen egy olyan helyzetbe kerültél, hogy hú, ezt most nem fogod túlélni, de a végén viszont nagyon-nagyon jó érzés volt. Írjátok le, nagyon kíváncsi vagyok rá. A hullámvasúttal azért, amit egy kicsit kimozgattuk múltkor. Most ahogy igen, és én nagyon simán kimozultam a komfortzónámból. Na jó, egy kicsit végre két lábbal a földön állni meg ülni, most még így a gyomrom az úgy felépült, de még egy 20 perce még azért éreztem. Szóval túl vagyunk egy újabb kalandon, hát ez azért ez top volt. Pedig volt idén már bungee jumping, wakeboardoztunk, biciklivel is ugrattam. És még nagyon sok terv van, úgyhogy azért nem állunk le. Hamarosan találkozni fogunk, ha tetszett a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornára. Köszi, hogy megnéztétek a videót, sziasztok! Sziasztok!